Kártai Gábor az Élő Erzsébetvárosi Egyesület képviseli. Jó reggelt kívánok! Jó. Hát az Élő Erzsébetváros az hozzátartozik, hogy éjszaka is él Erzsébetváros egy része a szórakozó helyek által, amelyeket most éjféli bezárásra akarnak kényszeríteni. Vagy hát egy részüket legalábbis. De hát nem csak az erzsébetvárosiakról van itt szó, mert amennyire hírlik, az 5.-6. kerületet ugyanígy érinti. Ez most egy hullám a belvárosban? Ez egy törvény alapján történik jelenleg. Mert a törvény nem erről szól. A törvény nem erről akart szólni. Amikor a törvény előkészítése folyt, akkor például mi egyesületünk sokszor elmondta, hogy a törvény erről fog szólni, hogyha ezt a gyakorlatban alkalmazzák. Hát ez a kábítószerről, prostitúcióról, túlszámlázásról. Rúdtáncról, egyebekről. Egyébként olyan célokat fogalmaz meg, amit egyébként szerintem minden józan kultúrában, turisztikában dolgozó szakember, plusz állampolgárok követelnek, hogy azokat a helyeket, amik egyébként olvashatók az amerikai nagykövetség honlapján vagy a brazilén, azokat zárják be a magyar hatóságok, mert hogy ott számos bűncselekmény valósul meg. Hogy ezt nem zárják be, ez egy probléma. Erre hoznak egy törvényt, ami erre nem alkalmazható, ez egy második probléma, és ez kinyit egy hát nem kibeszélt ügyet az Erzsébetváros, Terézváros 5. kerületben a buli negyed, vagy szórakozás, vagy kultúra és turisztika ügyét, ez pedig egy harmadik probléma. Itt ugye tulajdonképpen utcákról beszélünk, ahol az ott élőket szemmel láthatóan és most már tevőlegesen is zavarja az, hogy ott az éjszakában nem tudnak ők pihenni. Ugye erre lehet mondani, hogy igen, de az ingatlan árak felértékelődnek, erre lehet mondani, hogy az őt nem érdekli, mert ő ott él, nem eladni akar aludni. Ebben valóban akkora a felháborodás ezeknek a szórakozóhelyeknek a környékén, mint amekkorának látszik a politikai reakciókból, vagy éppen az önkormányzati reakciókból, vagy ez az egész túl van habosítva azért, hogy valamit lehessen. Szerintem nem az utcákat érinti, hanem Magyarországot, tehát én nem tudok olyan iparágakról, amik nagyon jól prosperálnának Magyarországon, szerintem a szórakoztatás ilyen. Hogyha fesztiválokról beszélünk, vagy belvárosi szórakozóhelyekről, ha turisztikáról beszélünk, akkor ez egyértelműen ilyen. Egyébként meg Budapestről beszélünk, az első probléma az volt, hogy a budapesti szintű szabályozást azt kerületi szintűre helyezte a jogalkotó. Ez egy jogalkotási probléma, egy kerületben nem lehet megoldani, hogy legyen kertesövezet is, meg legyen szórakozó negyed is, mert hogy ez így nem megy. Budapest Európa 10 legnagyobb városa között van, azt kell eldönteni, hogy kell-e az a típusú kultúra, ami itt kialakult, aminek van egy ilyen része is az éjszaka, de van belvárosi piac, van bringás vásár, van sétálóutcásítás, van utcaünnepe és minden egyebe. Ha ez kell, akkor ennek a helyet kell találni valahol Budapesten, ha nem kell, akkor pedig erre felhatalmazást kell kérni a választóktól, hogy mondják azt, hogy ez nem kell, és akkor ezután kell jogot alkotni. Ez fordítva nem működik. Na jó, csak hát ugye mégis csak van itt egy helyzet. Abszolút, ez így van. Tehát fordítva nem működik, ha éjfélkor bezárnak ezek az úgymond romkocsmák, mert ugye most már a köznyelv hát így nevezi őket, igen, akkor nem is mindegyik romos. Igen. És nem is mindegyik olyan környezetben jött létre, de ebben most ne is menjünk bele, akkor ezeknek a léte lehetetlenül el? Tehát persze, a vonzerejét veszítik el, mert hát csomóan akkor indulnak szórakozni. Hogyne, hát aki ugye ismeri egy picit is az európai fiataloknak a szokásait, itt a 20-40 közötti fiatal felnőttekre gondolok. 10-11 élet ma már nem indul el az éjszaka. Nem indul el, tehát az, hogy éjfélkor zárnak be, az azt jelenti, hogy ne nyissanak ki. Ez egy nagyon egyszerű üzenet. A romkocsmák romkocsmasága, az mennyire negatív előjelezi ilyen döntéseknél? Ugye, mint hogyha itt egy másfél évvel ezelőtt, de lehet, hogy kicsit már régebben, nem is tudom, amikor Orbán Viktor először a romkocsmák népéről emlékezett meg egy beszédében. Azóta ez ilyen negatív felhang. Én szerintem itt van egy olyan feszítő helyzet, ami csak Budapestre jellemző, hogyha Nyugat-Európához soroljuk, vagy Közép-Európához soroljuk Budapestet, az azt jelenti, hogy itt mindenki a saját ingatlanjában lakik. A más európai városokban, Berlinben is van két szórakozó hely az egyik főérintetnek, ott nincs ilyen, ott elmozognak azok, akik ezeken a helyeken máshol laknak. Bérel. Máshol bérelnek, kialakulnak ezek az övezetek. Itthon nincs ez, azaz a politikára, akik helyben szavaznak, azok mások, mint akik igénybe veszik ezeket a helyeket. Mert hogy egy külföldi nem szavaz, egy odajáró budai nem szavaz, egy külvárosi nem szavaz, hanem a belvárosiaknak, annak is egy bizonyos része fog szavazni, és ezt a politika úgy használja, hogy vendéglátósokat és lakókat megpróbál egymás ellen fordítani. Egy fontos dolog van, mi 7 pontba foglaltuk össze, hogy nekünk milyen követeléseink vannak. Követeléseik vannak? Nekünk követeléseink vannak. Azután, hogy kapunk a nyakunkba egy ilyen törvényt, természetesen követeléseink vannak. Az első az, hogy vonják vissza azonnal, hogy nem felel meg a törvényalkotás szabályainak, nincs mögötte hatástanulmány, nem láttuk, hogy miért kell ez a szabályozás, nincsenek mögötte számok. De van két fontos pont ebben.
Az egyik az az, hogyha szabálysértést követel valaki az utcán, mert hogy ez tagadhatatlanul ott 3 millió ember fordul meg évente ennek, hogyha az 1%-a nem viselkedik megfelelően, a normáknak megfelelően, akkor az nagy bajt okoz, akkor jöjjön ki a közterületfelügyelet, illetve a rendőr, és ezt büntesse meg. Jelenleg ez nem így van. Hát az történik, hogy valaki ott bármilyen dolgot csinál, ott vizel, vagy bármit csinál az utcán, ordít, akkor lehet neki szólni a többieknek, hogy csittegjenek, de egyébként az adóból befizetett és fenntartott rendőr. Úgymond kocsma elé nem lehet rendőrt állítani. Rejtővel szól minden pofon mellé nem lehet. Igen. Nem is kell minden mellé. Én azt gondolom, hogy egy 8-10 közterület felügyelő és rendőr ez megoldható ez a probléma. Na jó, van Facebook csoportjuk, online petíciók, ez mindhez lehet csatlakozni, meg hát meghallgattuk, hogy követeléseik vannak, szerintem az is fönn van az interneten. Köszönöm, hogy eljött hozzánk. Kátai Gábor volt a vendégünk. Jön a híradó, és utána folytatjuk, megkérdezzük azt is például Karsai Lászlótól, hogy mi van a történészek is egymásnak estek-e már a politika nevében és jegyében. Köszönöm!